Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok. Ez itt a 10, amelyben 10 kérdést teszek föl meghívottamnak, aki ezúttal Dul Szabolcs újságíró. Szervusz! Szervusz, köszönöm szépen a meghívást! Volt Index főszerkesztő, Telex főszerkesztő, most... Most jelenleg politikai elemzőként dolgozom. Na ezért hívtalak, látod? Megvan ez a nagy szabadságom, hogy gyakorlatilag van egy ilyen kattanásom, vagy már nevezhetjük perverziónak, hogy a belpolitikát nagyon szeretem követni. Ugye belpolitikai újságíróként még a Kossuth Rádióban kezdtem 15 évvel ezelőtt, és most van egy politikai hírlevelem, amire köszönöm, hogyha bárki feliratkozik, a Substack nevű felületen, a Facebook oldalamról is elérhető, és ebben hétről hétre politikai elemzésekkel szórakoztatom, vagy tájékoztatom vagy az embereket, vagy idegesítem őket. Hát akkor belpolitikai elemzésre kérdezek rá, és arra térek rá, mert hát itt, aki valamennyire érdeklődött a politika iránt az elmúlt hónapokban, az február eleje óta, a kegyelmi botrány kirobbanása óta tulajdonképpen csak kapkodja a fejét. Egészen viharos gyorsasággal zajlanak az események, és olyan változások alakultak ki, amelyeket mondjuk 2023 szilveszterén, amikor az emberek meggondolták, hogy hát mit is szeretnék én 2024-re, mondjuk ha politikából indultak ki, hogy bukjon meg az Orbán kormány, jó, de hát hagyjuk ezt, ez reménytelen. De amikor kirobbant ez a kegyelmi ügy, és utána berobbant Magyar Péter, a dolgok elkezdtek egészen frenetikus ütemben és mértékben változni. Hol tartunk most szerinted? Hát akkor rögtön itt az első kérdésnél egy picit tompítanám ezt, hogy mekkora a felfordulás, mert nagyon felfokozottnak érezzük az elmúlt hónapokat, de főleg ahhoz képest, hogy az elmúlt években annyira nem történt semmi. Tehát gyakorlatilag, főleg a 2022-es áprilisi választások után érezhettük azt, hogy mintha a belpolitikában megmerevedne minden, itt most már berendezkedünk évekig vagy ciklusokon át arra, hogy van egy nagy Fidesz és egy tehetetlen ellenzék, és ahogy jól mondod, tavaly év végén írtam is erről, előre meg lehetett nagyjából írni az eredményeket, csak az a kérdés, hogy a Fidesz eljut a 60%-ig, tehát nagyjából ezen a szinten voltunk. Volt is a rádió műsoromban egy általam indított kis belső rovat műsoron belül, hogy nincs mit tenni tavaly ősszel. És akkor hetekig, hónapokig a hallgatókkal merengtünk szomorúan, hogy hát van, de azért végül is mindenki arra jutott, hogy hát nem nagyon van. Na és hát megérkezett Magyar Péter ugye a magyar belpolitikába, és a korábbi megmerevedett állapothoz képest kapkodjuk a fejünket, és érezzük ezt ilyen felfokozottnak. Na most Magyar Péternek a választások estén, amikor már világos volt, hogy az európai parlamenti választásokon majdnem 30%-ot ér el, tényleg pár szavazat hiányzott ehhez, akkor bejelentette, hogy politikai földindulás történt, és ez itt a rendszer Waterloo-ja. Én ehhez képest annyiban tompítanék, hogy valóban a földindulásnak megvannak a jelei, de ez elsősorban az ellenzéki oldalnak, az régi ellenzéknek, óellenzéknek, majd nevezhetjük akárhogy, nekik volt ez egy Waterloo-juk, de az biztos, hogy az is az állítás is igaz, hogy a Fidesznek erre oda kell figyelni, ez a karmelitából is látszott, és 2026-ra lett nagyon izgalmas ez a választás. Nem ez volt vagy nem ez a természetes út, hiszen bármennyire is sokan gondolták, vagy gondoltuk úgy, hogy hát majd Magyar Péter, aki a Fideszből jön, sőt a felső körökből magával ránt szintén elégedetlen fideszeseket, és őket Orbán Viktor ellen fordítja, bár eleinte csak Rogán ellen akarta, de aztán lett belőle Orbán és a rendszer. Miközben hát az a természetes, hogy azok az emberek látták meg benne a reményt, akik eddig is az Orbán rendszert kifogásolták, az ellen fordultak, attól voltak föláborodva, és úgy érezték, hogy jön valaki onnan, hát gyerünk, neki talán több esélye van. Szóval az első pillanatban is talán ezt lehetett volna józan fejjel megállapítani, hogy hát az ellenzék van veszélyben, mert egy új ellenzéki kihívó született, nem? Abszolút, és ezt a veszélyt egyébként legeslegelőször Gyurcsány Ferencék ismerték fel, majd szerintem beszélünk róluk a beszélgetés egy későbbi pontján, de hogyha visszanézzük ezt a kampányt, és érdemes ilyen dátumokhoz is akár kötni ezeket, hogy ugye Magyar Péter
úgy lépett színre a nevezetes partizán interjúban, hogy még a kegyelmezési ügyről saját feleségének a lemondásáról beszélt, és politikai ambíciókról nem, Rogánt meg Tiborcot támadta. Majd volt egy stratégiaváltás, aminek nagyjából március második felében, amik az április 6-ai nagy Kossuth téri tüntetésen volt tulajdonképpen egy nagyon látható jele, hogy az hát igazi... a március 15-ei, az nyilván egy komoly figyelmeztetés, és neki meg egy komoly bátorítás volt. A március 15-én viszont a politikai üzenetek, ott főként még talán itt viccelődtünk is akkor, hogyha az ellenzéki sajtótájékoztatókat a mesterséges intelligenciába, a ChatGPT-be beírjuk, akkor nagyjából az a beszéd jön elő, amit Magyar Péter március 15-én előadott. Viszont ott lehetett látni, hogy egy hatalmas mozgósító ereje van, és április 6 már március 15-éhez képest is egy teljesen más hangvételű, szimbolikájú és súlyozású tüntetés volt, mert ott már se Orbán, se Gyurcsány, ez volt az üzenet, ott már Vas Albert és Radnóti Miklós színpadon. Ott egy színpadon hirdette meg, hogy ő a szuverén Európa híre, de azért csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez, és így tovább, és így tovább. És innentől átváltott az ő stratégiája egy Orbánt is és Gyurcsányt is, azaz a jelenlegi kormánypártot és a jelenleg berendezkedett ellenzéket támadó politikává. És ezt látjuk, hogy az ellenzéki oldalon nagyon is táptalaja volt, de a Fidesz oldalán, hogyha nem is azt láthatjuk, hogy tömegével mentek át oda szavazók, és ezt nem is várhatjuk, hogy egyik nap még valaki Orbánra szavaz, és másik nap Magyar Péterre, bár egyébként pont az utolsó elitti napon bemutatott egy ilyen embert, Gyula bácsit, azt hiszem, hogy volt a Hősök terén a színpadon, aki a békemeneten még ott volt, de aztán hirtelen áttért és tiszahívő lett, de azért ez ritkaság számba megy, és a dinamikája, hogy amúgy is a párt elhagyásnak az szokott lenni, hogy először bizonytalan egy jó ideig az ember, aztán választ egy másik pártot, de vannak jelei, pont a választási eredmények bizonyítják, hogy vidéken, kisvárosokban, bizonyos helyeken azért elbizonytalanította a kormánypárti szavazókat. Igen, és nyilván nekik szánt biztosíték akart lenni, hogy én a jelenlegi ellenzékkel is le akarok számolni, mert ez tartja fönn ezt az Orbáni rendszert, ugye? De ugye ez több is szerintem, mint biztosíték. Tehát itt a politika az, hogy ő arra tette fel a saját politikai pályáját, stratégiáját és mindenét, hogy 2026-ban egy az egy ellen egyedül szeretné legyőzni a Fideszt. Na most ehhez nyilvánvaló módon az első lépés az, hogy a jelenlegi ellenzéki pártoktól a szavazókat átemelje és a maga oldalára állítsa, és ő nem akar összefogni, nem akar szövetkezni, nem akarja magára húzni mindazt azt a negatív, sok-sok negatív dolgot, konnotációt, szimbólumot, stb., ami a korábbi szereplőkhöz tapadt, és azért ne felejtsük el, itt a régi ellenzéki oldalon csupa olyan szereplő van, aki egyszer-kétszer, van, aki négyszer is kétharmados vereségbe vezette az ellenzéki oldalt. Nem csupa, de azok is ugyanúgy megszenvedik. Itt volt a Momentum, itt volt az elmúlt egy évben meredeken fölfelé húzó kutyapárt, és az utolsó pillanatban, amikor eljött az igazság vagy a választás pillanata, akkor kiderült, hogy ők is ugyanúgy visszacsúsztak, mint a hagyományos vagy régebbi ellenzéki pártok. Pedig őrájuk nem lehet azt mondani, hogy bármilyen kormányzati szerepük volt, sőt a kutyapárt kifejezetten megcélozta az ellenzék és a kormány közötti üres semmit. De abban a semmiben majdnem meg is szűntek, hát kivéve Budapestet. De egy dolgot hadd hozzak itt föl még, beszéltem a rádió műsoromban Pesti Lászlóval, nem tipikus Fidesz szavazó, talán nem is tipikus fideszes értelmiségi, de sok szempontból jellemző, amit mondott. Azt mondta, hogy ő 95%-ban egyetért Magyar Péterrel, ezt mondta február közepén is, amikor először megkérdezték róla, továbbra is, tehát ő nem fordult vele szembe. Ennek ellenére június 9-én a Fideszre szavazott országosan is, meg helyben is. Ezeket kellene valahogy megcélozni, ez egy furcsa dolog, nem? Szerintem ez egy nagyon jó példa, vagy ő egy nagyon jó példa arra,
amit Magyar Péter radikálisan másképp csinál, mint a régi ellenzék tagjai. Az Orbán rendszer szisztematikusan az elmúlt 14 évben leszúrt olyan cölöpöket, vagy felállított olyan tabukat, amelyek mögé a társadalmi konszenzust oda tette. Mikre gondolok? Migráció. Gyakorlatilag elérte Orbán Viktor azt az elmúlt években, most már majdnem 10 éve, hogy az legyen a magyar társadalmi konszenzus, hogy ne engedjük be a migránsokat, ezzel társadalmi többsége van. Ugyanígy társadalmi többsége van nyilvánvaló módon a béke kérdésében, ezt ellenzéki oldalon egyébként nem is vonták kétségbe, de ebben társadalmi konszenzus van. Soros Györggyel kapcsolatban nyilvánvalóan vannak árnyalatnyi különbségek, de azért, hogyha egy kutatást nézünk, akkor az emberek inkább egy olyan negatív szereplőnek tartják, akivel jobb nem összesorosozódni. És így tovább, és így tovább. Tehát vannak ilyen különböző tabuk, és Magyar Péter folyamatosan egyetért ezekkel a leszúrt cölöpökkel, vagy legalábbis nem háborgatja, vagy ezen a ponton nem mondja azt, hogy most van itt az ideje ezeket vitatni. Egyetlen egy tabut vitat, ami a NER-nek egy megkérdőjelezhetetlen, nemhogy cölöpe, hanem egy iszonyatos vastag oszlopa, Orbán Viktor miniszterelnöksége. Ugyanis a Fidesz identitásának... És ez arra épített gazdasági hatalom. Hát nyilvánvaló módon, de hogy a Fidesznek nyilván az egyik megkérdőjelezhetetlen közös alapja, identitási eleme, hogy itt Orbán Viktor a vezető, Orbán Viktor a miniszterelnök, erre épül gyakorlatilag az egész, és hogyha valaki pont ezt vonja kétségben, akkor hiába értek vele sok mindenben egyet, attól még nem fog átpártolni. Valójában a mostani 2 milliós Fidesz max szavazókat helyesebb Orbán szavazóknak nevezni, mert hogy gyakorlatilag ott van egy hatalmas nagy egyetértés, hogy Orbán Viktorra szavaznak, és ezért a kiábrándult Fideszes nevű legenda, vagy milyen gyakorlatilag a köznyelvbe már bevezettük ezt a különböző toposzt. Ez azért egy paradox dolog, mert valaki vagy fideszes, és azt mondja, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, hogyha ebből kiábrándulok, akkor már nem vagyok fideszes, nem vagyok orbánista, akkor már keresek egy új pártot. Tehát itt gyakorlatilag Magyar Péter azt mondja, hogy és azzal nyugtatja tulajdonképpen ezeket a Fidesz szavazókat, hogy át lehet hozzám jönni, egy dolgon változtatunk, Orbán Viktoron. Hát kérdés, hogy emellé lehet-e társadalmi többséget állítani. A hűséges, vagy a még hűségesnek megmaradt ellenzéki szavazók, tehát akik a korábbi pártokra, hát mai pártok, csak régebbi pártokra szavaztak, azok éppen ezt tartják gyanúsnak, hogy jó, hát Magyar Péter egy csomó olyan dolgot mond, amit mi is mondunk régóta, mi ebben az új ellopta tőlünk egy-kettő, tulajdonképpen semmi más baja nincs a rendszerrel, csak az, hogy Orbán Viktor a vezetője, nekünk is bajunk, persze, de ő szívesen beülne a helyére, és azt mondja, hogy na látjátok, már jobb is. Tehát attól tartanak valószínűleg őszintén, hogy ez a Fideszből jött ember, aki ezt nem is tagadja, és ilyen a családi, vagy szocializálódott meggyőződése is, az végeredményben csak személy vagy vezércserét akar, úgyhogy jobb lesz tőle óvakodni. Hát van ez a politikusi gondolkodás, hogy nyilvánvaló módon arra is kell gondolni, hogyha egy rendszert leváltunk, hogy mi lesz a változás után. És nagyon gyakori volt, hogy az ellenzéki közvélemény és az ellenzéki politikusi közvélemény is az elmúlt években tényleg arra koncentrált először, hogyha majd kormányváltás lesz, akkor utána mennyi lesz a tejáfája, meg mennyi lesz a különböző, nem tudom én, az otthonteremtési támogatásnak a mértéke. Tehát egy csomó olyan szakpolitikai kérdése, ami iszonyat fontos, iszonyatosan kell a tisztázáshoz, de a hétköznapi gondolkodást, az egyszerű szavazót nem ez érdekli. Az egyszerű szavazónak az most a fontos, hogy bárhogy, de legyen változás.
a politikus, meg akik politikáról egy picit mélyebben gondolkodunk, hát ezt tudjuk, hogy nem mindig következik egy jobb, egy változás után, de most jelenleg az ellenzéki közvéleménynek a hangulata az az, hogy legyen bármi áron változás. Kinek hiszik el ezt, hogy lesz változás? Most Magyar Péternek hiszik ezt el, és valójában az ő programja, ami sok esetben nem is mindig koherens, vagy nem is mindig mond valami egyértelmű dolgot a különböző kérdésekről, ez mind nem érdekli a szavazókat. Most az érdekli, hogy hogyan lehet leváltani ezt a rendszert, és itt pontosan ez a kérdés, hogy lesz-e és milyen szakpolitikai munka, hogyha ez a kormányváltás tényleg egy karnyújtásra került. De hát ez is még egy hatalmas... Szerinted mivel érte azt el Magyar Péter tényleg példátlanul rövid idő alatt, hogy ekkora erőt tudott felmutatni, hogy mint egy magához tudta vonzani a szavazók először ezreit, tízezreit, akár százezreit, mint kiderült a szavazók már lassan millióit, 1.350.000 embert. Az, hogy erőt kell mutatni, ezt minden politikus tudja, mert az erő vonza magához a többieket, az embereket, és abban látják a reményt. Gyurcsány is egy erőközpontot akart kiépíteni a DK-val, hogy majd ez magához fogja vinni, vonzani a többieket. Nem sikerült. Magyar Péternek a semmiből érkezve miért sikerülhetett ezt? Személyes képességnek tulajdonítod, vagy egy akkora reménytelenségnek a választók fejében, hogy egy tehetségesnek látszó és egy érdekes élethelyzetből érkező politikai szereplő egyszerűen megragadta a képzeletüket és a bizalmukat? Bármennyi ilyen elemet sorolsz a kérdésben, mindre az lesz a válaszom, hogy is. Ugyanis nagyon sok tényező, ami együtt állt most ahhoz, hogy ez a 30%-os eredmény tényleg elképesztő módon így 4 hónap alatt bekövetkezzen. Volt ugye az az adottság, hogy egy iszonyatosan nagy letargia volt a politikai közvéleményben, de nyilván főleg az ellenzéki közvéleményben, nem utolsó sorban a 2022-es eredmények és az azt követő kitárgyalatlanság miatt. Ugyanis ne felejtsük el, és erről is írtam korábban, hogy gyakorlatilag azt láttuk, hogy a 2022-es nagyvereséget szenvedő ellenzéki vezetők között mindenki ugyanúgy a pályán van, mindenki folytatja, sokan pontosan ugyanabban a pozícióban, pontosan ugyanazokat mondják, és minden megy tovább előre, mintha mi sem történt volna. Nem volt sem a pártokon belül, sem a szavazókkal egyfajta kiértékelése, és hát tanulságok levonása, meg felelősségvállalása kérdésben. Láttuk, volt egy iszonyatosan látványos jele ennek a kiábrándulásnak, és ez pedig a február végi influencer tüntetés, ami a Novák Katalin lemondása után a kegyelmezési ügynek egy igazából egy olyan folyománya volt, amikor az emberek utcára mentek, mert valahogy tiltakozni szerettek volna, hogy álljon már meg a menet, mi történik itt. Ezek a influencerek, akik hát tényleg ott tízezreket hívtak a Hősök terére, emlékezhetünk a képekre, megszólították ezeket az embereket, ezeket a tüntetőket, de politikai útravalót nem adtak neki, nem is volt ilyen szándékuk. De gyakorlatilag azzal... Ők lepődtek meg a legjobban, hogy ezt várják tőlünk, hát mi csak azért hívtunk ide titeket, hogy... Annyi volt a cselekvésre késztetés, hogy egy bankszámla számra se fizessenek be, és segítsenek rosszabb sorsú, vagy szegény sorsú embereket. Na most pontosan ez az a látvány, ami Magyar Pétert valószínűleg megfordította abban, hogy itt ez a helyzet, politikai pillanat van, és ez a influencer tüntetés, szintén a dátumokat érdemes visszanézni, ez egy héttel később volt, mint a nevezetes partizán interjú, amiben még legyintett Magyar Péter, hogy ez egy rossz vicc, hogy ő politikai pályára lépne. Itt megérezte ezt a pillanatot, és megérezte ezt a hatalmas nagy vákumot, ahova be lehet nyomulni, ahogy ezek az emberek szeretnének valami politikai iránymutatást. Ezek mellett, tehát ez mind-mind tényező, ami közrejátszott, ezek mellett én egy olyan szempontot is behoznék, ami szintén újdonság volt
az eddigiekhez képest, az pedig az a fajta magatartás a Magyar Péternek, amelyet elnevezhetünk a pókerből kölcsönözve egy ilyen all-in mentalitásnak. Magyar Péter az a pókerjátékos, aki leült a pókerasztalhoz, és azt mondta, hogy all-in, nincs más, le kell váltani Orbán Viktort, le kell váltani ezt a rendszert, és ezért ő mindent feláldoz, mindent rátesz arra a tétre. De a mindent, ez nem csak a politikai jövőjét, az esetleges egzisztenciáját, hanem a családját is kitette az asztalra. Tehát, hogyha egy picit távolabb lépünk, és itt mindenki gondolja végig, hogy az micsoda politikai elkötelezettséget sugal, hogy egy rejtett hangfelvételt, egy titkos hangfelvételt is politikai célok érdekében használ. Itt most a morális szempontokról is beszélhetünk, hogy elkészít a volt feleségével, ez morális szempontból milyen, hogy nyilvánosságra hozza, de politikai szempontból is ez azt üzeni a választóknak, hogy ő mindenre készen áll, és szembeszáll ezzel az egész rendszerrel. Ilyet kevésbé láttunk. Folyamatosan mindig azt érzékeltük az ellenzéki pártoknál, hogy megy a taktikázás. Hát most a mostani 2024-es EP választásra, hát deklaráltan úgy készültek ezek a pártok, hogy majd a Fidesz nyer ott a magasban, és akkor lesz egy ilyen ellenzéki helyosztó, ki lesz az alsó ligában, az MB2-ben. Végre majd csinálunk egy nagy létszámú közvéleménykutatást, hát ez most kicsit túlzással vérre megy, de legalább kiderül, hogy ki mennyit ér. Igen. És tényleg sokáig ezeket az elemeket lehetne sorolni, egészen addig, hogy olyat se láttunk azért ellenzéki politikustól, hogy ennyire nyíltan felkérdezi és szembeszáll, minősíti, jelzőket használ a különböző fideszes politikusokkal szemben. Tehát itt azért nem egyszerűen egyfajta ilyen politikai támadásról van szó, hanem ilyen állandó jelzője volt Mentzer Bóc Tamás, meg Dajcs Tamásnak is volt rengeteg jelzője, a Facebook oldalakon folyamatosan oda jár kommentelni, nincs az a mentalitása, hogy át, majd valamit mondanak, és én is mondok, hanem szembeszáll mindennel. Ez is azért és hozzájárul. És minden személyesen, ugye hát nyilván pártja nem volt, az csak úgy jobb hián szerezte, tehát mindent személyesen kellett intéznie, ami egészen fenomenális feladat, és ezt jól oldotta meg, de kifejezi a tömegeknek azt a várakozását, hogy hát mondják meg nekem, hogy kire szavazza, ki lesz Orbán Viktor kihívója, mert elegem van ebből a rezsimből, de hát akkor hatpárti szövetség. Jó, megválasztottuk ezt, ahogy is hívják, Márki-Zajt, igen, de látszik, hogy ő nem egészen ura a helyzetnek, meg a többi pártnak. Ki fogja vezetni ezt az országot, és erre bejelentkezik valaki, és azt mondja, nekem mindenre van válaszom, és egy személyben nap mint nap 24 órán keresztül válaszol is. Ez talán ez a személyes kiugrás, hogy hát itt van valaki egy, hát nem is vezér, de valamiféle ellenvezér, akinek megvan az ereje, elszántsága ahhoz, hogy majd átvegye Orbán Viktortól, legyőzze és átvegye? Hát szimbolikus szinten sikerült ezt elhitetnie, csak hát épp most jönnek a nehézségek. Tehát megtörtént ez a hatalmas nagy áttörés, 30%-a van. A következő kutatásokban, amennyire egy kutatóintézetek vezetőivel beszélgetek, mindenki arra számít, hogy ez még most még nőni is fog a nyerteshez vagy győzteshez húzás jelensége miatt. Viszont, ez itt a második helyezethez húzás lesz, de tulajdonképpen ez, a választás győztese mégis ő. Én írtam is erről egy hírlevélben, hogy gyakorlatilag ez egy olyan érdekes eredmény volt, hogy a második helyzet az Magyar Péter örülhet leginkább, mert a többi szereplőnek, még a Fidesznek is azért van oka a szomorúságra, vagy az aggodalomra, vagy a csalódottságra. Viszont csak, hogy az előző kérdésre egy picit kifejtsem a választ, most jönnek azok a nehézségek, hogy hogyan lehet 2026-ra úgy ráfordulni, hogy fenntartsa egyrészt ezt a fajta lelkesültséget a saját szavazótáborában, hogy meglegyen az a szervezete, amely egy országgyűlési választásra
tulajdonképpen felkészíti a pártot, meg legyenek a jelöltjei, kikkel fogja tudni ezt a pártot csinálni. A különböző helyeken, az Európai Parlamentben, ahová végül beült, erről is beszélhetünk, vagy a fővárosi közgyűlésben, amely egy iszonyatosan nehéz politikai helyzet lesz, hogy ott hogy mozogjon, ezeket az akadályokat hogy fogja venni. Tehát az, hogy eljutott idáig, az nyilvánvalóan egy hatalmas nagy sprint, ahol vette egy nagy levegőt, de ő maga is beszélt talán nálad az interjúban is, hogy most egy maratonfutás következik, amely hát jól tudjuk, hogy akár azzal is járhat, hogy nem bír végig menni. Mit csinálhat az ellenzék? Mondjuk a baloldali ellenzék, van jobboldali is, de azok lényegében eljelentéktelenedtek teljesen. Itt van ez a baloldali szövetség, DK-MSZP párbeszéd, létezik még, de nagy bajban. És jelentősen visszaszorult. Azt szokták mondani elemzők, politológusok, meg politikusok is, de hát kell, hogy legyen baloldali alternatíva. Ez a gondolat, ez az eszme él, Európában is él, szembe tudjuk állítani akár a Magyar Péterével is, mert az mégiscsak bevallottan egy jobb közép kínálat, bár nem részletezett minden szempontból, tehát kell, hogy legyen ennek támogatója. Ha van, nem tudom, hogy van-e, akkor hogy lehet felsorakoztatni ezek mellett a pártok és politikusok mellett? Szerintem egyrészt nem ringassuk magunkat abba a hitbe, hogy itt ezen a választáson a különböző szavazók egy-egy érték demonstrációt tartottak, tehát hogy azért szavaztak volna ide, mert hirtelen eddig baloldali pártra szavaztak, de hirtelen jobboldaliak lettek, vagy jobban tetszik ez a jobb közép dolog. Itt van egy Gyurcsány problémája nyilvánvalóan ennek a DK-MSZP párbeszéd listának, és erre Gyurcsány Ferenc maga azt szokta mondani, hogy ez a gyurcsányozás a Fidesznek egyfajta politikai terméke, ami nyilvánvalóan arra szolgál, hogy a Fidesz szavazókat mozgósítsa, és aki csak kimeri ezt a problémát ejteni az ellenzéki oldalon, az nyilván a Fidesz szolgálja. Hát most erre lett egy olyan bizonyíték, hogy valójában el kell gondolkodnia ennek a, most éppen három párt van abban az összefogásnak, el kell gondolkodnia, hogy mit kezd ezzel az egésszel, szembenéze, mit fog maga Gyurcsány Ferenc válaszolni erre a kérdésre. Ugye volt egy ilyen rejtélyes videója, hogy tudja, hogy ilyenkor felmerülhet a lemondás is. Kérdés, hogy ezt megteszi-e, és erre mit lép mondjuk a DK közössége. De itt azt kell, tehát nem is érték problémával kell először szembenézni, hanem azokkal a stratégiai problémákkal, hogy elhiszi-e elegendő szavazó, hogy Gyurcsány Ferenc vezetésével bármi fel tud emelkedni, akár egy baloldali program, egy szociáldemokrata program, ugye itt egy szociáldemokrata zöld szövetségnek nevezték ezt, ez egy jó konstrukció volt-e. Tehát minden először a tanulságok levonása után következik. Eljutottam az utolsó kérdésig, és lehet, hogy ez a leglényegesebb. Ha egyszer Orbán a megkerülhetetlen főszereplő a Fidesz oldalon, rajta áll vagy bukik a Fidesz. Ha Magyar Péter a megkerülhetetlen, és egyáltalán nincs is más mellette még, az ellenzéki oldalon, és a pártjának az egyszemélyes vezetője, szinte tagsága is egy személyben, és így vált fenyegető kihívóvá a Fidesz-szel, illetve Orbánnal szemben, akkor lehet, hogy ez is a megmaradt baloldalon személyi kérdés. Minden továbbinál és minden egyévnél fontosabb, hogy megtalálják-e azt a hiteles, mozgósításra képes, bizalmat teremteni képes vezetőt, akit elfogad egyébként a három párt tagsága, politikai vezetése is, de főleg elfogad a megmaradt szavazótábor, méghozzá úgy, hogy ez mások számára is vonzó lehet. Embert kell találni rá? Hát személyi kérdés az ugye azért van, mert hogyha végignézzük, hogy a DK tulajdonképpen a saját szavazóinak mit mondott az egyes választások után, nagyjából az volt az üzenet, hogy ugyan kétharmada lett a Fidesznek, tehát
összességében az ellenzék egy nagy vereséget szenvedett, de a DK-nak a súlya, a szavazatszáma, a befolyása ezen az oldalon folyamatosan növekszik. Ugye ez volt az összes választáson a tanulság, és eljutottunk egészen most 2024-ig, ahol ez a fajta narratíva, ez a fajta magyarázat összeomlott, csúfos kudarcot vallott. Itt ugyanis mind szavazatszámban, mind százalékban az derült ki, hogy gyakorlatilag máshol látják az erőt a szavazók, a DK-ra, meg erre az egész programra, Gyurcsány Ferencre ennyien szavaznak lesz. 366 ezer szavazó volt a három pártnak, és itt, hogyha még a DK-sok úgy is gondolkodnak, hogy a Párbeszéd meg az MSZP nagyon kevéssel járult ehhez hozzá, hát azért ez egy parlamenti választáson már egy ilyen billegő 5%-os küszöb körüli számnak felel meg. Tehát itt a személykérdést azért kell elővenni, mert egy olyan stratégia vallott csúfosan kudarcot, ami effektíve Gyurcsány Ferenchez köthető. A kérdés az persze, hogy van egy olyan személy, aki ezt kimondja, és aki az élére áll valami újnak, és aki elhiteti a választókkal, hogy ő maga fontos szereplője tud lenni, és az a párt vagy pártszövetség fontos szereplője tud lenni egy esetleges kormányváltásnak. Minden további gondolkodás ezek után következik, mert hogyha a DK és ez a három párt tulajdonképpen azzal szőnyeg alá söpri ezt az eredményt, hogy hát most ennyi százalék lett, de küzdünk tovább, akkor gyakorlatilag szembe találják magukat azzal a problémával, hogy a Tisza párt erősebben tudja képviselni azt, hogy itt ők azok, akik Orbánnak a megkerülhetetlen és kérlelhetetlen ellenfelei. Dúl Szabolcsnak köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Németh Péter vagyok. Bánó András vagyok. Bogyarák Anikó vagyok. Bolgár György vagyok. Gulyás Balázs vagyok. Lampi Ágnes vagyok. Az a kérésem, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Ha tetszettek a videóink, akkor lájkolják és osszák meg ezeket. Várjuk véleményeiket, hozzászólásaikat a videó alatt. Kérem, támogassák a Klik TV-t. Ezt megtehetik itt a YouTube-on szuper köszönet formájában, vagy a leírásban található linken keresztül. Nagyon szépen köszönjük az eddigi figyelmüket, és tartsanak velünk továbbra is.